az a megtiszteltetésért, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság felkért arra, hogy kardiológusként egy számomra fontosnak tartott témában tartsak előadást, és én témaként a depressziót, mint kardiovaszkuláris rizikofaktort választottam. Ez azért kerül sor, mert valójában a hétköznapi gyakorlatban mi nem figyelünk kellőképpen arra, hogy a depressziós betegeket kiszűrjük a betegeink köréből, pedig ez rendkívül fontos lenne, mert pont ez a legveszélyeztetett populáció. Minden egyéb rizikofaktort nagy gondossággal végigvizsgálunk, de pont a depresszió az a terület, ami elsikkad a hétköznapi figyelemben. Márpedig nagyon sok vizsgálat bizonyította azt, hogy a depresszió az hát jelentős szerepet játszik különböző kardiovaszkuláris betegségek keletkezésében, függetlenül egyéb rizikofaktoroktól, tehát önálló rizikofaktorként is számon tartható, de egyúttal a hagyományos rizikofaktorokat, mint a dohányzás, a hipertónia, a diabétesz, ezeknek az előfordulását is elősegíti, tehát a depresszió nagyon komplex módon összefonódik a kardiovaszkuláris betegségek keletkezésével, illetve amennyiben már ezek a betegségek kialakultak, a szövődmények súlyosságával, és később abszolút összefügg azzal is, hogy milyen compliance-a van a betegeknek, tehát milyen együttműködési készség mutatkozik a már meglévő kardiovaszkuláris betegség hosszabb távú kezelésében, a másodlagos megelőzésben. Nagyon sok gond felmerül persze, nem csak a depresszió felismerése, hanem a kezelése kapcsán is. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy a kardiológus és a pszichiáter, vagy adott esetben pszichológus szoros együttműködésben tudja ezeket a betegeket kezelni, és olyan környezetben ráadásul, amit hát mi kell, hogy biztosítsunk a beteg számára, ahol ez a depresszió vagy szorongás nem fokozódik, hanem inkább oldódni tud. Hát ilyen környezet, emberi és egyéb környezet kialakítására rendkívül nagy szükség van. A hagyományos antidepresszív terápia és a pszichoterápián túl ugye egyre több adat szól amellett, hogy a meditációnak, akár az imádságnak pozitív szerepköre lehet, és külön érdemes kiemelni a fizikai aktivitásnak a rendkívül fontos terápiás jelentőségét, mert a fizikai aktivitás bármely formában is történjen az, lehetőleg mondjuk szórakoztató formában, ami a betegek számára is hát kellő motivációt jelent, de az egyébként depresszióban károsodott endotér funkciót képes mindenképpen javítani. Az előadásnak röviden ez volt a témája, és azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a depresszió az pont egy olyan kardiovaszkuláris rizikófaktor, amivel a hétköznapokban kellőképpen nem foglalkozunk, és ez mindenképpen változtatást igényel annak érdekében, hogy a betegeink minél komplexebb és minél eredményesebb terápiában részesüljenek. Köszönöm szépen!